magát tartsa meg, aztán állunk rendelkezésre a kérdésekkel. Nagy tisztelettel köszöntöm az érdeklődő újságíró kollégákat, illetve azokat is, akik a televíziót nézve vagy a rádiót hallgatva követik a kormányinfo és ennek segítségével a kormány munkáját. Röviden szeretnék beszámolni arról, hogy a héten mi történt a kormányülésén és a keddi gazdasági, illetve stratégiai kabinetülésen. Mielőtt azonban ezt megteszem, engedjék meg, hogy röviden összegezzem a hét legfontosabb magyarországi eseményének, a budapesti nemzetközi csúcsnak, a 16+1-es kínai nemzetközi csúcsnak az eredményeit, illetve a jelentőségét. És mielőtt ebbe belevágok, szeretném megköszönni minden budapesti polgártársunknak a segítségét, amivel nagyban hozzájárult ennek a rendezvénynek a sikeréhez. A segítség a türelemben nyilvánult meg, hiszen a budapesti polgárok viselték és elviselték azokat a terheket, amely egy ekkora rendezvény megszervezésével kapcsolatban lehetséges. Az elmúlt 27 év 5 legnagyobb budapesti nemzetközi események közé tartozik ez a mostani találkozó, amelyen Kína miniszterelnöke és 16 közép-kelet-európai ország vezetője találkozott itt Budapesten. Mielőtt néhány részletet is szóba hoznék, amelyről már úgy gondolom, hogy a nyilvánosság és önök is kaptak alapos tájékoztatást, hadd idézzem föl, hogy Magyarország az Európai Unió jövője szempontjából a közép-európai térségre, a közép-európai tagállamokra és a társult vagy csatlakozásra váló országokra úgy tekint, mint egy lehetőségre az Európai Unió jövője szempontjából. Magyarország és a szomszédos országok úgy tekintenek saját magukra, és úgy tekintenek erre a térségre, arra a 16 országra, amelynek egyébként 119 millió polgára van, az Európai Unió jövőjéből fontos és meghatározó közösséget képeznek. Mi azt gondoljuk, hogy ezek az országok és ez a térség egy esély az Európai Unió jövője szempontjából, egy lehetőség az Európai Unió jövője szempontjából, és egy tartalék is az Európai Unió jövője szempontjából. Az elmúlt 48 órában Zoltánnal közösen követtük azokat a sajtó kommenteket, amelyek Nyugat-Európában láttak napvilágot a budapesti találkozó kapcsán, és ennek a margójára csak annyit tűznék, hogy 2016-ban a német kormány tudtával és támogatásával kínai befektetők azt hiszem 16 milliárd eurót költöttek el Németországban különböző befektetések céljából. Összesen nincs ekkora beruházás a Kínának a térségben, mint amennyit egy év alatt Németországba beruháztak. Ez jól mutatja, hogy nem csak a régió, hanem egész Európa szempontjából fontos a kínai piac, és fontos a kínai fejlődő, dinamikus robbanás alatt álló előrelépő technológia is. A magyar gazdaság szempontjából a Kínába irányuló export 2016-ban 2 milliárd 250 millió dollár volt, az a reményünk, hogy 3 milliárd dollárt rövid időn belül el tudunk érni, és Magyarország ezekkel a gazdasági kapcsolatokkal, amelyeket építünk, kifejezetten jól jár. Néhány komoly és konkrét megállapodás is kötetett, ezek közül nyilvánvaló kiemelkedik a Belgrád-Budapest vasútvonal. A 16 miniszterelnök közül a szerb miniszterelnökkel külön tárgyalt Orbán Viktor, aki arról tájékoztatta, hogy Szerbiában ennek a vasútvonalnak az építési munkálatai már megkezdődnek. Magyarországon megjelent a közbeszerzési fölhívás több mint 700 milliárd forint értékű beruházást illetően. 159 kilométernyi vasút kerül korszerűsítésre, amely lehetővé teszi, hogy Belgrád és Budapest között 160-180 kilométernyi sebességgel teherforgalom bonyolítására vagy személyforgalom bonyolítására alkalmas sínhálózat épüljön ki. Ez a beruházás illeszkedik abba a kormányzati törekvésbe és abba a nemzetpolitikai célba, hogy Magyarország legyen a Kárpátoktól délre fekvő közép-európai régiónak a központi városa, a központi országa, Budapest legyen ennek a térségnek a centruma, a nyugat-balkáni országok és a tőlünk délre vagy keletre lévő országok számára Budapest egy kapu legyen az Európai Unió felé. Ezért közvetlen nemzetpolitikai érdekünk és stratégiai célunk az, hogy Belgrád és más környező nagyvárosok és fővárosok Budapesttel közvetlen összeköttetést kapjanak. Ez a 2018 és 2022 közötti időszak egy nagyon fontos célkitűzése lehet majd, nyilván
annak számára, aki a választásokon elnyeri a választópolgárok bizalmát. Szeretném azt is szóba hozni, hogy jó néhány vállalat, jó néhány gazdasági társaság kapott arra lehetőséget, hogy kínai vállalatokkal jó üzletet kössön, amiből magyar munkahelyek és magyar gazdasági eredmény születhet, és számos kétoldalú megállapodásra is sor került. Ezek részben minisztériumok, részben a Magyar Nemzeti Bank, és részben gazdasági társaságok között jöttek létre. Az, hogy Kína miniszterelnöke és Kína vezetői mintegy 4 napot Budapesten és Közép-Európában töltenek, ez jól mutatja, hogy Kínának célja az, hogy gazdasági értelemben ebben a régióban partnereket keressen, és Magyarországban úgy gondolom, hogy korrekt partnerre talál, amiben nagyon fontos szempont, hogy Magyarországnak jól kell járnia, és Európa számára ezek a befektetések, ezek az investíciók, ez a gazdasági kooperáció egy nagy együttműködési lehetőség. És illeszkedik abba a körbe, amit mi magunkról, Közép-Európáról, az Európai Unió jövője szempontjából gondolunk. A kormányülésén ezzel kapcsolatban meghallgattuk a miniszterelnök beszámolóját, és ezt követően pedig összegezve ennek a csúcsnak a tapasztalatait, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem csak Magyarországnak, hanem Európának is jó alkalom volt az elmúlt 4 nap az európai gazdaság, a közép-európai gazdaság szempontjából is egy lehetőség számba ment. Szeretném azt is elmondani, hogy mi történt a kormányülésen, hiszen a kormányülésen néhány fontos kérdésről tárgyaltunk, ami érinti az önök tevékenységét és nyilvánvalóan a választópolgárok életét. Mindenek előtt a kormány első olvasatban megtárgyalta a belügyminiszternek és a hírszerzését felelős miniszternek a jelentését, arra vonatkozóan, hogy a nyugat-európai sajtóban napvilágot látott soros akták, azok vajon Magyarország számára milyen tanúsággal szolgálnak. Ha megengedik, megelőlegezve részben a kérdéseiket, amelyek a soros tervvel kapcsolatos konzultációra is vonatkoznak, ennek a kormányzati beszélgetésnek az összegzését az alábbiak szerint adnám meg. Az, hogy egy modern világban, Európában és a tágabb világban, a nyugati világban folyamatos befolyásolási kísérletek vannak, ez úgy gondolom mindenki számára nyilvánvaló dolog, ebben semmi újdonság nincs. Az élet velejárója, hogy politikai csoportok, nagyobb államok, kisebb államokat, gazdasági erőcsoportok, erősebbek, gyöngébbeket, vagy gazdasági érdekek mentén nagy gazdasági konglomerátumok, multinacionális vállalatok a saját érdekeiknek megfelelően próbálnak befolyásolni döntéshozókat Európában, az Európai Unióban vagy Magyarországon. Vagy akár különböző társadalompolitikai célok megvalósulása mentén. Ez teljesen természetes dolognak gondoljuk, és nem éreztük szükségét annak a kormányzatban az elmúlt 7,5 évben, hogy erről külön beszéljünk, hiszen ezt mindenki úgy gondolom tisztán és világosan látja a mai modern világhoz. A befolyásolás szándéka az mindig hozzátartozik. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy vajon egy ország, egy nemzetállam, egy szuverén ország hogyan kezeli ezeket a befolyásolási kísérleteket. A magyar kormánynak az a kötelessége, és a Fidesznek pedig az a meggyőződése, hogy a legfontosabb a nemzeti érdek és a legfontosabb Magyarország szuverenitása. Ezért aztán mi minden befolyásolási kísérletet igyekszünk a legminimálisabbra szorítani, de szeretném világossá tenni, hogy ezek a befolyásolási kísérletek ettől még léteznek napi rendszerességgel. Az a kérdés, hogy a kormány milyen válaszokat ad, a döntéshozók, a közhatalmat gyakorlók milyen válaszokat adnak. A mi célunk az, hogy a nemzeti érdek érvényesüljön, és ezért ezeket a befolyásolási kísérleteket 7,5 éve próbáljuk a magyar közjó érdekében visszaszorítani, minimalizálni és kikapcsolni az életünkből több-kevesebb sikerrel. Azonban van egy dolog, ami 2 esztendővel ezelőtt kezdődött és jelent meg mindannyiunk életében, ez a bevándorlás, a migráció, amely egy más minőséget jelent. Amikor egy államnak a határát ostromolják szó szerint, 500 000-nyian, az egy teljesen más minőség, mint hogyha egy másik állam akar egy kisebbet vagy egy nagyobbat befolyásolni, vagy egy gazdasági erőcsoport akarja az érdekeit érvényesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy 2015-ben egy olyan változással kellett szembesülnünk, amikor a magyar államhatáron megjelent 500 000 illegális bevándorló, és azóta is jönnek folyamatosan. Más kérdés, hogy meg tudjuk őket állítani, és meg tudjuk akadályozni a belépésüket, vagy hogyha beléptek, akkor adott esetben
törvényes és jogi keretek között föl tudunk velük szemben lépni, de folyamatosan jönnek az ország határához, és ez közvetlenül érinti a magyar államiságot, a magyar állam szuverenitását, közvetlenül érinti azt, hogy ebben az országban kiéljen, kitartózkodjon és kilépjen be az országba. A magyar állam határvédelme, a magyar szuverenitás garantálása, a magyar államiság területi föltételeinek biztosítása, az már egy nemzetbiztonsági kérdés. Mi a kormányzatban az elmúlt 7,5 évben nem foglalkoztunk Soros György magyarországi vagy nemzetközi tevékenységével, ami a különböző társadalmi vállalásait, társadalompolitikai céljait illeti, és a jövőben sem tervezzük ezt. Azonban a migráció kapcsán, a bevándorlás kapcsán kifejtett álláspontja, véleménye, javaslatai, befolyásolási kísérletei vagy föllépése adott esetben Magyarországgal szemben meggyőződésem szerint egy más minőséget jelent, egy nagyon komoly változást jelent minden más korábbi tevékenységehez képest. Az, hogy a Soros György által támogatott szervezetek a világban föllépnek különböző jogok érvényesítése érdekében, föllépnek különböző csoportok védelme érdekében, vagy föllépnek bárminek az érdekében, ez bennünket eddig sem zavart, és ezután sem fog befolyásolni, hiszen egy 1000 éves állam, egy 1000 éves ország, egy 1000 éves nemzeti kultúra rendelkezik annyi önbizalommal, hogy ezektől a csoportoktól semmiféle tartani valója, ezektől az elvektől semmiféle félni valója nincsen. Azonban, amikor az ország fizikai léte, szuverenitása, határa, az államhatár, és az a kérdés, hogy ki ilyen ebben az országban merül föl kérdésként, az már egy egészen más minőség. Azért mondom ezt el ilyen részletesen, mert részben a kormányinfo keretei erre lehetőséget biztosítanak. Másrészt pedig szerettem volna magyarázatát adni, hogy a kormány egyáltalán miért foglalkozik Soros György befolyásolási kísérleteivel. Ugye? Amikor mi világossá tettük azt, hogy a bevándorlást meg akarjuk állítani, hogy Magyarországból nem akarunk bevándorló országot, hogy Magyarországnak nincs szüksége bevándorlásra, ami meggyőződésünk és véleményünk szerint, akkor Soros György meghirdette azt, hogy a magyar kormányzati álláspontot meg kell változtatni. És hogyha ez nem működik, akkor meg kell változtatni a kormányt magát. Ezt világosan meghirdette, világosan közhírré tette, és ez volt az a pont, ami úgy gondolom, hogy messze túlmegy az elmúlt 20-30 év általa végzett magyarországi tevékenységén. Az összes kezében lévő eszközt arra használja föl minden kétséget kizáróan Brüsszelben és Berlinben, és Budapesten is, hogy a magyar kormány bevándorlással kapcsolatos álláspontját a befolyásolással, a nyomásgyakorlással változásra bírja. Azt vették ezek az emberek a fejükbe, hogy Magyarország bevándorlással kapcsolatos, migrációval kapcsolatos álláspontjának meg kell változnia, a bevándorlást elutasító, a bevándorlást meggátoló, a bevándorlást megfékező országból egy bevándorlópárti országot kell csinálni. És ezért aztán a kormány abban a helyzetbe került, hogy megvédje az ország érdekeit, és világossá tegye azt, hogy ebben az ügyben nincs kompromisszumra lehetőség. Szeretném azt is elmondani, hogy nem mi támadtuk meg a Soros szervezeteket, vagy Soros György tevékenységét, hanem ő akarja megváltoztatni a magyar kormány és a magyar döntéshozók álláspontját és véleményét. Minden kétséget kizáróan tudom azt önöknek mondani, hogy az elmúlt 2 esztendőben az általa támogatott szervezetek itt Budapesten, Brüsszelben és Berlinben mindent elkövettek annak érdekében, hogy a magyar kormányt a bevándorlással kapcsolatos álláspontját illetően változásra bírják rá, változásra kényszerítsék. Ezt nem fogjuk engedni, ennek ellenállunk, mert az a meggyőződésünk, hogy Magyarországból nem lehet bevándorló országot építeni, és nem lehet bevándorló országot csinálni. Ilyen kontextusban beszéltünk ezekről az ügyekről. Ezeknek a jelentéseknek, ami a Belügyminisztérium vagy az Információs Hivatal által került elkészítésre, döntő része államtitoknak minősül. Erről részletes tájékoztatást a hatályos törvények szerint nem fogok önöknek adni, de a lényegét tulajdonképpen ezeknek a jelentéseknek most ismertettem. Másik ilyen kérdés a bevándorlás kapcsán a kormányülés minden napirend előtti részében szóba kerül, ez pedig az európai döntéshozatali mechanizmus. Mint ismeretes, Juncker elnök úr most is meghirdetett egy újabb irányvonalat afrikai segélyezési programok mentén, aláhúzta és hangsúlyozta, hogy Európának a bevándorlásra szüksége van, elsősorban a demográfiai vagy a munkaerőpiaci okok miatt. Mi ezzel legkevésbé sem értünk egyet, és ez jól mutatja, hogy lassan 2,5 éve áthidalhatatlan,
szinte lövészárok háborúra hasonlító vita van Európa bevándorlópárti országai, bevándorló országai és a bevándorlást elutasító országai között. Ezt a vitát nem tudtuk közelebb hozni. Ez a vita nem csökkent, sőt, világos, hogy növekszik. Az Európai Parlament nem olyan régen a kötelező szétosztási rendszerről parlamenti határozatot fogadott el. Az Európai Bizottság folyamatosan próbálja a kötelező kvótát a tagállamok figyelmébe ajánlani és a tagállamokra ráerőltetni. Folyamatosan megpróbálják az illegális bevándorlók családegyesítési programját megvalósítani, félreértés ne essék, nem Afrikába visszaküldeni, hogy ott egyesítsék újra a családjaikat, hanem ide hívni azokat, hogy itt legyen egy családegyesítés. Minden nap, minden héten és minden hónapban újabb és újabb kezdeményezésekkel szembesülünk, és ez a vita még csak centiméternyit sem közeledett egymáshoz a felek álláspontját illetően. Ezért nagyon fontos az, hogy ebben a vitában a magyar kormány kezdeményezzen, részt vegyen, elmondja az álláspontját, kifejezze a véleményét. Ehhez van szüksége folyamatosan arra, hogy a választópolgárok elmondják azt, hogy mit szeretnének, mit akarnak ebben a kérdésben. Ez egy nagy vita egész Európában, és a magyar kormány egyedül ebben a vitában nem tudja megvédeni a nemzeti érdekeket. A magyar kormány akkor tudja megvédeni a nemzeti érdekeket, hogyha a választópolgárok világos állásfoglalásról adnak tanúbizonyságot. 3 millió ember szavazata egy népszavazás alkalmával európai viszonyok között én úgy gondolom meghatározó. Beszédesek azok a közvéleménykutatások, amelyek azt mutatják, hogy a bevándorlást a közép-európai országok 75-80-85%-ban utasítják el az Európai Unió nyugati felével szemben. És az is beszédes, hogy több mint 2.200.000 vélemény érkezett a kormányhoz vissza a nemzeti konzultációs kérdőív keretében Soros György 6 pontos tervével kapcsolatban, amelyet annak idején pont a magyar álláspont vonatkozásában fogalmazott meg. Ennek kapcsán jegyzem meg, hogy a Fidesz kezdeményezte az országgyűlésnél, hogy az Európai Parlament határozatát vegyük napirendre, vitassuk meg a bevándorlással kapcsolatos új javaslatát az Európai Parlamentnek, és próbáljunk nemzeti konszenzust létrehozni abban a fő kérdésben, hogy milyen országot akarunk, bevándorló országot akarunk, vagy pedig olyan országot, ahol ne legyenek bevándorlók, és ne hívjuk be a bevándorlókat. Ezek a kérdések kerültek sorba a kormányülésén ebben a kontextusban. Amit szeretnék szintén szóba hozni, hiszen a kormányülés egyik fontos napirendi pontja volt, ez a magyar gazdaság helyzetével kapcsolatos gazdasági miniszteri beszámoló, ami a gazdasági kabinet fő napirendi pontja is volt, és ennek különösképpen egy nagyon fontos adata, az pedig a foglalkoztatásnak a kérdése. 1990 óta először jutottunk el oda, hogy Magyarországon a 15 és 65 év közöttiek foglalkoztatási aránya közel 69%-os. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon, aki dolgozni képes és dolgozni akar, az munka lehetőséget kap. És mielőtt még azonnal megszólalnának a kormány legnagyobb és leghangosabb kritikusai, a közfoglalkoztatottak számának folyamatos csökkenése mellett nő a foglalkoztatás. Az utolsó adatok szerint 4%-ra csökkent a munkanélküliség országos átlagban. Ez azt jelenti, hogy az ország nagy részén 2-3%-os munkanélküliség van, olyan részén is egyébként az országnak, ahol egyébként az elmúlt évtizedekben 10-20% vagy a közötti munkanélküliséggel kellett szembesülni. Először vagyunk abban a helyzetben 27 évvel a rendszerváltozás után, hogy Magyarországon 183 000 munkakereső, munkát kereső, munkahelyet kereső ember van, a korábbi 400-450 000 vagy 500 000 emberrel szemben. Ezek óriási a társadalmunk életét, az ország életét alapjaiban befolyásoló változások, és természetesen ehhez hozzátehetném még azt is, hogy közben 57. hónapja folyamatosan nőnek Magyarországon a reál keresetek, de nyilvánvalóan ezt mindenki maga érzi, hogy a fizetése, az anyagi megbecsülése az mire elég, a kormány két dologra törekszik. És ez a Fidesz politikájának a lényege. Mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni képes és aki dolgozni akar, és a másik, hogy a munkából Magyarországon meg lehessen élni. Ez a két dolog az, ami a kormány politikáját meghatározza. Ezért teremtettünk több mint 750 000 munkahelyet idáig, akik annak idején Orbán Viktor miniszterelnököt az 1 millió új munkahelyel kinevették, azok remélem, hogy rövidesen, nyilvánosan is revidiálják az álláspontjukat. Másrészt pedig ezért kezdtünk
tárgyalásokban a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy a bérfölzárkóztatás és a béremelések időszakát elő tudjuk készíteni. Ugye ma Magyarországon a munkaadók és a munkavállalók megállapodásának következtében van béremelés lényegében minden szektorban. Ami 2018. január 1-et illeti, a gazdasági miniszter fölhívta a kormány figyelmét arra, hogy újabb 0,5%-ponttal csökken majd a szociális hozzájárulási adó mértéke, ami 200 milliárd forintot jelent a magyar vállalkozások számára, ami 2018. január 1-től ott fog maradni a magyar vállalkozásoknál. Nyilvánvaló, hogy a közszektorban is voltak béremelések, ezt érinteni fogom a tegnapi kormányülés döntései között, hiszen az egészségügyi ellátórendszerben újabb béremelésről beszéltünk. A béremelések jól mutatják, hogy gazdasági következményük van, hiszen a fogyasztás is folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban. Magyarországon a gazdasági növekedés már nem, vagy már nem csak a kormányzati támogatások, vagy a pénzügyi támogatásoknak köszönhetően van, hanem azért, mert a gazdaság működik, a gazdaság jól működik, és ráadásul a fogyasztás is növekszik. Tehát a fogyasztás növekedése és a gazdasági növekedés megcáfolja azokat a pesszimistákat, akik úgy gondolták, hogy Magyarországon fogyasztásra alapozott gazdasági növekedést nem lehet elérni ezekben az években. Ha azt nézem, hogy az idei esztendőben, az első háromnegyed évben 4144 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, akkor ez a tavalyi évhez képest 22,6%-os növekedést mutat. Ez jelenti azt is, hogy a magyar vállalkozások, kis és közepes vállalkozások beruházási kedve is nagy mértékben nőtt, kifejezetten jók a gazdasági várakozásaik, és jelenti azt is, hogy Magyarország tőkevonzó képessége is jelentős mértékben emelkedett. És ha már pénzről beszélünk, az elmúlt heteket, elsősorban a szaksajtót és különösképpen néhány újságíró kollégának az érdeklődését áthatotta az aggodalom, hogy mi lesz Magyarország és Brüsszel vitájából, mi lesz akkor, hogyha ezek a viták és ezek az elszámolások odáig fajulnak, hogy pénzügyi következményei lesznek. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a napokban az Európai Bizottság 201 milliárd forintot utal Magyarországnak, tehát megkezdődött nem csak Magyarországon az Európai Uniós források kifizetése. Itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy 7500 milliárd forintnak van meg a gazdája, és 3500 milliárd forint került már kifizetésre ebben a fejlesztési időszakban, hanem az Európai Bizottság is befogadta a magyar számlákat és megkezdte a fizetést. Az előzetes tervek szerint 300-350 milliárd forintot kapunk minimálisan, a decemberben benyújtott számlákat pedig meglátjuk, hogy sikerül-e decemberben a bizottságnak Magyarország számára jóváhagyás után kifizetnie. Én úgy gondolom, hogy ez egy komoly eredmény, főleg ugye akkor, hogyha az embernek állandó rossz indulattal és állandó ellenszéllel kell szembesülnie. Magyar ellenzéki politikus társaimnak olyan kevés siker jutott az elmúlt évekből, hogy most már ilyen apró hajszálakba vagy fűszálakba kapaszkodnak, és abban reménykednek, hogy ha ők nem tudtak meggyőző érveket felhozni a választópolgároknak a Fidesz-szel szemben, akkor majd hát, ha az Európai Bizottság meginti a Fideszt és a KDNP-t vagy a parlamenti többséget, és például ez a pénzeken keresztül valósul meg. Szeretném azt elmondani, hogy minden pénzügyi tranzakció vitával jár, minden elszámolásnál vannak viták, és az Európai Bizottság jól vigyáz az európai adófizetők pénzére. Egy korrekt egyeztetési mechanizmus alakult ki, amelynek folyamatos fölülvizsgálatok, folyamatos auditok, folyamatos elszámolási monitoring képezi a részét. Ebben semmi rendkívüli nincs, ez minden évben adva van, a választások előtt fél évvel ezt úgy gondolom, hogy a sajtó fölkapja, az ellenzéki képviselőtársaim pedig egyik utolsó reményként tekintenek arra az esélyre, hogy hát ha végre az Európai Unió megvonja a finanszírozást Magyarországtól. Az országnak jó hír, a politikai ellenfeleknek most a kárörömből nem jut, remélem az ország sikerének örülnek, hogy ezeket a vitákat normális kultúrát és korrekt formában tudjuk lefolytatni az Európai Unióval és az Európai Bizottsággal. Ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt 10 évben tettük ezt, kormányoktól függetlenül félreértés ne essék, még egyszer hangsúlyozva, hogy viták mindig vannak. Magyarország jelen pillanatban a V4-ek közül az Európai Uniótól visszakapott források tekintetében a legjobb eredménnyel bír. Teljes keret ki van írva, 134%-ra van túligényelve a rendelkezésre álló forrás,
69% van leszerződve, és 35% van kifizetve. Ez Lengyelországban 86%-a van kiírva a pályázatoknak, 82% az igényelt támogatás, 43% a leszerződött támogatás és 9% a kifizetés. 12%-kal messze Csehország a második utánunk, ami 35%-unk után. Ezt csak azért mondom, mert az elmúlt hetekben nagyon sokan izgalommal követték ezt a szakmai vitát. És még mielőtt lenne, aki megkérdezni, hogy a költségvetésre ennek van-e hatása, természetesen van hatása a költségvetésre, hiszen az államadósságot érdemben befolyásoló tényezőről van szó. Pozitív hatása van az államadósságra és a költségvetésre ennek a lépésnek. Szeretném azt is elmondani, hogy a kormány egy jelentést hallgatott meg a 4-es metró kapcsán kialakult helyzetről, ha már Európai Uniós vizsgálatok. Mint ismeretes, a 4-es metró beruházás 452 milliárd forintba került. Ezzel az elmúlt 40 év legnagyobb beruházásáról beszélünk. A 452 milliárd forintból az Európai Bizottság szerint 272 milliárd forint esetében merül föl a 2002 és 2010 közötti szocialista kormányok korrupciós ügye. A 272 milliárd forintnyi korrupció gyanús kifizetésből 166 milliárd esetében valószínűsíti az OLAF vizsgálat, hogy azt a pénzt ellopták a szocialisták és az SZDSZ-esek közösen. A 166 milliárd forintból, amely vélelmezett lopás, 76 milliárd forint érkezett az Európai Uniótól, a többi a magyar adófizetők hozzájárulása volt. Ez alapján a kormány a tegnapi ülésén annak a megállapítására jutott, hogy amennyiben az Európai Bizottság vizsgálata tovább folyik, amiről információink vannak, fönnáll annak a veszélye, hogy a magyar költségvetést, a 2018 évi magyar költségvetést érdemben befolyásoló, a szocialisták és az SZDSZ miatt Magyarországot elmarasztaló döntés születhet, körülbelül 60-70 milliárd forint összegben. Arra kértük tegnap a gazdasági minisztert, hogy a 2018-as költségvetésben, 2018. január 1-e után ennek a 70 milliárd forintnak a fedezetét ezt különítse el, azzal a feltétellel, hogy az egészségügyre, a szociális és az oktatási területre költött pénzekből nem vehet el. Tehát körülbelül 60-70 milliárdnyi bírság fenyegeti Magyarországot a 4-es metró miatt, és erre a bírságra 2018-as költségvetésben föl kell készülni. Mint ismeretes, két szálon is büntető eljárás folyik az ügyben, két nyomozás is zajlik az ügyben. Az egyik nyomozás a miniszterelnökség följelentésére indult, az OLAF jelentés alapján tettem büntető följelentést, a másik nyomozás pedig 2011 óta nemzetközi megkeresésre zajlik. Mint ismeretes, a 4-es metróval kapcsolatos bűncselekmény sorozat egy nemzetközi baloldali bűncselekmény sorozatba illeszkedik bele, hiszen Franciaországban, Nagy-Britanniában és más Európai Uniós országokban is nyomozásokat rendelt el az ügyészség, és a magyar ügyészség is több megkeresést kapott ezzel kapcsolatban. Azt is szeretném elmondani, hogy a kormány az Európai Bizottság megállapításait nem vitatta, ugyanakkor abban maradtunk a fővárosi önkormányzattal, akinek a legkockázatosabb ez a bizottsági elmarasztalás, hiszen a bírság elsősorban őt érintené, hogy mindent megteszünk a bizottságnál a bírság mérséklésére, ez a költségvetési érdekünk. Tehát a szabálytalanság meggyőződésünk szerint megcáfolhatatlan, az Európai Bizottság érvei és észrevételei megalapozottak, az OLAF jelentés föltételezése, mely szerint 166 milliárd forintot lophattak el, vagy annyi az az összeg, ami lopással érintett, a mi véleményünk szerint nehezen megcáfolható. Azonban megpróbáljuk a tárgyalásokban az Európai Bizottsággal azt az összeget csökkenteni, amely Magyarország számára bírságot jelent. Ez volt az egyik fő kérdés, amiről a tegnapi kormányülésen hosszan beszéltünk. A másik izgalmas kérdés volt, mint ismeretes, hatályba lépett a település képvédelméről szóló törvény. Itt a település képvédelmi szempontokat kívánjuk érvényesíteni állami beruházások esetén, ezért a kormány úgy döntött, hogy egy kormányrendeletet alkot arra vonatkozóan, hogyha a magyar állam épít, itt magas építésről van szó értelemszerűen, épületeket hoz létre,
iskolákat, óvodákat, kórházakat, közintézményeket, akkor ezeknek az intézményeknek be kell illeszkedniük a településképi szabályokba. Ugye minden település Magyarországon egy településképi rendeletet hoz, amiben megmondja, hogy egy városban, egy faluban, egy épületnek hogyan kell kinéznie. Ez egy teljesen új szabályozás Magyarországon, és most arra kaptunk a minisztertársaimmal utasítást, hogy a kormány véleményezze ezeket a beruházásokat. Tehát a minisztériumok, akik költségvetési pénzből, vagy támogatásból, vagy kiemelt beruházásként vezényelnek le beruházásokat, arra kaptak utasítást, hogy az önkormányzati beruházások kivételével minden egyes beruházást meg kell vizsgálni, hogy a településkép és országkép minőségi követelményeinek megfelel-e az építkezés. Ez vonatkozik egyébként azokra a beruházásokra is, ami nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. Ezt elsősorban, amit most itt elmondtam, a területrendezéssel, építészettel foglalkozó szakma fogja külön értékelni, de én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy amikor az országban van pénz, van fejlesztési lehetőség, a költségvetésben fejlesztési források vannak, nem mindegy, hogy azok milyen minőségben hasznosulnak, ezért képviseljük azt, hogy egy állami beruházási kódexre van szükség, és ezért képviseljük azt, hogy amikor az állam építkezik, annak a településképi szempontokra és az országkép szempontjaira kiemelten figyelni kell a belső tartalmi elvárások mellett. Tehát nem mindegy, hogy hogyan építkezünk, és nem mindegy, hogy mit építünk. Azt is szeretném ennek kapcsán elmondani, hogy a hétfői napon a parlamentben a kormány beszámol arról, hogy az Európai Unióval kapcsolatos beruházási forrásokat hogyan és mi módon használtuk fel. Itt nyilvánvaló, hogy készülünk egy tájékoztatóval arra nézve, hogy milyen közbeszerzési eljárásokat folytattunk le. Tegnap erről is volt szó, és itt szeretnék néhány dolgot elmondani most, és a hétfői parlamenti vitanapra is szánom ezt. 2016 évben Magyarországon 8650 közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzési hatóság és a magyar állam. Ez 2007 milliárd forintot jelentett. Azonban még mielőtt az összeg nagyságától elájulnának, ez a GDP-nek csupán az 5,7%-át tette ki. Tehát a GDP 95%-a szerencsére nem közbeszerzésekből, nem állami pénzköltésből származik. Ez azért nagyon fontos, mert vannak, akik bennünket különböző vádakkal illetnek a pénz felhasználását illetően, azok számára úgy gondolom, hogy fontos adalék lehet a kérdések megválaszolásában és a kételyek eloszlatásában, hogy a GDP 95%-ához a pénz, a közpénz költésének az égő adtavilágon semmi köze nincsen. Tehát a GDP-nek csupán 5%-át adják a közbeszerzési eljárások. Ezek közül azt is szeretném elmondani, hogy Európai Uniós közbeszerzés volt, tehát az egész Európai Unió területére vonatkozó közösségi jogot alkalmaztunk. 18%-ban, 82%-ban a nemzeti törvények alapján jártunk el. 8650 darab közbeszerzésre 51766 darab ajánlat érkezett. Ezt azoknak szánom, akik azt mondják, hogy nincs verseny Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy egy közbeszerzésre átlagosan 6 darab ajánlat érkezett 2016-ban. Ez 2015-ben 4,4 volt, tehát nő a közbeszerzésekre jelentkezőknek az aránya. Az egyajánlatos közbeszerzési eljárások, tehát ahol csak egy ajánlattevő volt, 2010-ben a szocialisták kormányzásának végén 31% volt. Tehát 2010-ben a szocik által kiírt közbeszerzések 31%-ára csak egy jelentkező akadt. 2016-ban ez az arány 18% volt, ami jelentős javulás az elmúlt évekhez és az elmúlt 7 évhez képest. Azt is szeretném elmondani, hogy a 8650 darab közbeszerzési eljárás, a 2000 milliárdnyi állami pénzköltés 70%-a nyílt eljárásban történt, 13% a tárgyalásos eljárásban, 11% a hirdetmény nélküli eljárásban, és 0,8% történt meghívásos eljárásban, tehát 99,2%-os arányban mondhatjuk azt, hogy verseny volt a közbeszerzési eljárásokat illetően. Tehát 8650 eljárás, 51000 pályázó, 2000 milliárd, és ez a GDP-nek a több mint 5%-a. Ez úgy gondolom, hogy mindenki számára jól mutatja, hogy a kormány ésszerűen, versenyben és jól használta föl az elmúlt időszakban
a közpénzt. Azt is szeretném itt szóba hozni, hogy a kormány ülésén még szóba került egy másik település rendezéssel kapcsolatos törvény is, mint ismeretes az elmúlt két évben az építésügy átalakítása kapcsán a település és település rendezés kérdéseit sorra vettük. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervével kapcsolatos törvénytervezetről van szó, amely több egyeztetési kör után kerülhet majd egyeztetett formában a parlament elé, és itt frakció és parlamenti képviselők is megkeresték a kormányt annak tisztázása érdekében, hogy a különböző kiemelt területeken, Budapesten és a Balatonon milyen föltételek mellett lehet a törvény hatályba lépését követően 2018. szeptember 1-e után építkezni. Tehát most a kormány az építési jogszabályok átalakításának a legvégén egy törvénybe foglalja az építési jogszabályokat, egy digitális alaptérképet hoz létre mindenki számára hozzáférhető formában, beruházók, építetők, építészek és minden magyar választópolgár hozzáférhet ezekhez az alaptérképekhez. A papír alapú térképekről digitális térképekre térünk át, ami egy új állami szolgáltatás lesz 2018-ban. Ennek a jogi föltételeit készítjük elő, és ez a törvény foglalkozni fog azzal is, hogy hogyan tudjuk a természeti értékeinket és az építészeti értékeinket védeni, illetve milyen beépítési szabályok vonatkoznak majd a következő időszakban Magyarországon. A kormányülésén számot adtunk a gazdasági kabinet és a stratégiai kabinet döntéseiről. Erről is szeretnék szólni röviden. A stratégiai kabinet ülésén és a gazdasági kabinet ülésén, ugye, mint említettem, mintegy 61 napirendet tárgyaltunk meg. Ezek közül az egyik döntésünk, hogy a fővárosi önkormányzattól a Nemzeti Turisztikai Ügynökség számára a Bálna nevezetű fővárosi intézményt meg fogjuk vásárolni. Döntöttünk arról is, hogy a következő 20 év vízgazdálkodását támogatandó, jelentős a nemzeti vízstratégiához kapcsolódó beruházásokat fogunk megtervezni. A tervezés is 5-10 milliárdos nagyságrendű költséget jelent. Döntöttünk arról is, hogy a 2017-ben állami támogatással május 1 és október 15-e között megvalósuló öntözések számláját kifizetjük. Ugye az állam támogatta azokat, akik öntöznek, 138 ezer hektár öntözése történt 2017 nyarán, ehhez a magyar állam 300 millió forint támogatással járult hozzá. A kormány tegnapi napon jóváhagyott önkormányzati hitelfelvételeket és önkormányzati céges hitelfelvételeket, azoknak az önkormányzatoknak az esetében, akiket hitelképeseknek ítéltünk. Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy mintegy 3000 önkormányzat csatlakozott, és kell csatlakoznia az úgynevezett önkormányzati központi pénzügyi rendszerhez, az ASP rendszerhez, amit a belügyminisztérium működtet. Az előbb említettem az Európai Uniós kassza likviditási helyzetét, erről adtunk egy tájékoztatást a gazdasági minisztériumnak. A gazdasági minisztérium első olvasatban a kabinet elé vitte az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló döntést. Ez azt jelenti, hogy a 2020-ig Magyarországon 7500 elektromos autó töltésére alkalmas töltőállomást kell létrehozni. Ennek érdekében a gazdasági minisztérium megkezdte ezeknek a beruházásoknak az előkészítését. Ez egyébként az Európai Unió szerint 2020 és 2030 között már 20 ezres nagyságrendű kell legyen például Magyarország területén. Döntöttünk az államháztartási kormányrendelet módosításáról, döntöttünk Európai Uniós forrásokról, valamint megtárgyaltuk az Alkotmánybíróság földforgalmi törvénnyel kapcsolatos észrevételeit is, amelyekre a választásokat követően június 30-ig kell a kormánynak válaszolnia. A honvédelmi miniszter az Európai Unió állandó struktúrált együttműködés elindításáról, ez a Védelmi Együttműködés az Európai Unióban című napirendi pont, adott egy átfogó tájékoztatást. Különböző nagybefektetők magyarországi beruházásait támogattuk, valamint Győrben a Szantusz János állatkert átfogó fejlesztését hagyta jóvá a kormány. Szeged megyei városának közlekedésfejlesztési koncepcióját támogatta a kormány, valamint Szekszárdon az úszoda építésének megkezdéséhez is hozzájárultunk. Megtárgyaltunk
2017-2018 tekintetében egy útfelújítási programot. 100 milliárd forintért fogjuk a jelenlegi úthálózatot felújítani 2017-18-ban, 17-ben közbeszerzési eljárások és 18 tavaszán pedig maguk az útfelújítások fognak megvalósulni 100 milliárd forint értékben. Ezen kívül kaptunk egy tájékoztatást arról Homolya Róbert közlekedését fölös államtitkár kollégától, hogy a kormány döntő mértékben hazai forrásból 2022-ig milyen útépítéseket valósít meg. Lezártuk azt a kormányzati programot, elkezdtük az építkezéseket, amikor is két célt tűztünk ki magunk elé, az autópályák menjenek ki az államhatára, és a megyei jogú városok legyenek bekötve az autópálya rendszerbe. Minden egyes megyei jogú várossal, aki nem volt autópályához bekötve, megállapodtunk, a beruházásoknak a közbeszerzési eljárása lényegében lezárult, egy kivételével, és az esetek egy döntő részében az építkezések is megkezdődtek. Ez azt jelenti, hogy két-két és fél év múlva nem lesz Magyarországon olyan megyei jogú város, aki ne lenne autópályába bekötve, és a jelenlegi autópálya hálózat mindenhol eléri az ország határt, és a szomszédos országok autópálya hálózatához kész és képes csatlakozni, sőt, Románia irányában és Kárpátalja irányában új autópálya kiállásokról is döntöttünk a korábbi időszakban. Tehát áttekintettük az összes folyamatban lévő közútfejlesztési nagyberuházást. Ez jelen pillanatban 2000 milliárd forintos útfejlesztési program, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Döntöttünk környezetvédelmi projektekről is, ez ivóvíz és hulladékgazdálkodási kérdés volt. Döntöttünk Magyarország és Szingapúr között légi közlekedéssel kapcsolatos megállapodásról, csak ha valakinek hiányérzete lenne, ezt azért hozom szóba. Támogattuk lentiben a termálfürdő bővítésének megtervezését és a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely turisztikai célú fejlesztésének a megtervezését. Döntöttünk arról, hogy még az idén az új közlekedési múzeumnak a helyszínéről és az új nemzeti cirkusz helyszínéről egyeztetéseket folytatunk és döntést fogunk hozni. Döntöttünk arról, hogy a Bükkben egy csillagda megvalósítását fogjuk végrehajtani, és áttekintettük az összes magyarországi csillagvizsgálónak a helyzetét. Több vidéki kórház fejlesztéséről is átfogó támogatási programot hagytunk jóvá. És itt hozom szóba, hogy a kormányülésén, a kabinetből átemelve a kormányülésére megtárgyaltunk az egészségügyi béremelés helyzetét. Itt azzal kezdeném, hogy 2010 óta komoly lépéseket próbálunk az ország teherbíró képességének és a lakosság támogatásának arányában, az adófizetők támogatásának arányában annak érdekében tenni, hogy az egészségügyben az ápolók és az orvosok fizetését folyamatosan emeljük. 97 ezer emberről beszélünk, közülük 20 ezer közalkalmazotti státuszban lévő orvos szolgál, és benne vannak ebbe a felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi ápolók, ápolónők, gyógyszerészek, kórházi alkalmazottak. Mint ismeretes, ennek egyik fontos eleme volt, hogy 2016-ban 107 ezerrel emelkedett az orvosok fizetése, most pedig november 1-ével 100 ezer forinttal növeltük az orvos fizetéseket, és a szakdolgozóknál tavaly átlagosan 26,5%-os, az idén 12%-os béremelésre került sor, amit jövőre is folytatni fogunk. Ez azt jelenti, hogy az ápolók bére 2016 és 2019 között 65%-kal fog emelkedni. A béremeléseket kiterjesztettük a mentőszolgálat munkatársaira is. Csak béremelésre 2017-ben 82,5 milliárd forintot fordítottunk. Ha azt nézzük, hogy két év alatt 100 milliárd forintot költünk kátyúzásra, az ország 93 ezer négyzetkilométeren föllelhető úthálózatnak a javítására, akkor ez a 82,5 milliárd nem kevés összeg. 2015-ben és 2016-ban is havi 130 ezer forinttal emeltük meg a házi orvosok juttatását, és 2010 óta a házi orvosok, tehát az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak a juttatása 41%-ot jelent. Azt is szeretném elmondani, hogy a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági engedélyeknek a száma felére csökkent 2010 óta, tehát fele annyi orvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges engedélyt, mint kért a korábbi időszakban.
Ezeket azért hoztam csak szóba, mert a döntésünk lényege, amit a tegnapi kormányülésen meghoztunk, az a fogorvosokkal kapcsolatos, mégpedig azokkal a fogorvosokkal kapcsolatos döntést hoztunk, akik közellátást végeznek. Tehát nem a magánellátást végző magánpraxisokról beszélünk, hanem azokról a fogorvosokról, akik közellátást végeznek, akár magánpraxisban. A döntésünk az, hogy ezek a fogorvosok 3 millió forint támogatásban részesülnek. Ez hasonló és arányos ahhoz, amit a házi orvosi praxisoknak biztosítottunk az elmúlt években. A 3 millió forint 7,6 milliárd forintot jelent a házi orvosi praxisok összességét illetően, és a kormány nem csak arról döntött, hogy ezt most megkapják a fogorvosok, hanem arról is döntött a kormány, hogy a következő évben együtt fognak a fogorvosok haladni a házi orvosokkal, tehát itt is szeretnénk megköszönni a türelmet és a megértést az orvostársadalom különböző részeiben, így a fogorvosokat illetően is, akik sokat kellett várjanak arra, hogy ez a bérkompenzáció és ez a munka elismerés megtörténhessen. A jövőben azonban ezt nem egyszeri juttatásként, hanem automatizmusként fogjuk érvényesíteni, tehát ha házi orvosokkal meg tudunk állapodni a további támogatásokról, ez a közfinanszírozott fogorvosi szolgáltatásokat is érinteni fogja. Tehát nem egyszeri kiegészítésről beszélünk, hanem egy új finanszírozási lehetőség megteremtéséről. Döntöttünk még arról is, hogy Kárpátalján a gyerekek számára ingyenes védőoltásokat fogunk biztosítani. Ennek a közbeszerzési eljárását kiírtuk, és 2018 és 2021 között pedig rövidpályás úszó világkupa magyarországi megrendezésére tett javaslatot fogadtuk el. A jövő héten, mivel én Brüsszelben leszek, nem lesz kabinetülés. A miniszterelnök úrnak tudomásom szerint nemzetközi kötelezettségei vannak, ezért nem lesz kormányülés. A legközelebbi kormányülés december 13-án kerül megtartás, és 12-én egésznapos kabinetülést tartunk. Azt remélem, Zoltán, hogy amit én akartam mondani, azt elmondtam. És azt gondolom, hogy a történésekhez képest... Hogy ezt te tudod, hogy én mit akartam, ez egy másik kérdés. Egészen kimerítő és jó áttekintés nyújtó beszámolót hallottunk. Többen kimerültek a teremben, azt látom, igen. Így van, kérdések következnek. Magyar idők. Magyar idők, Baranyai Gábor. Jávor Benedek a múlt héten azt mondta, ő a Párbeszéd LP képviselője, hogy PAS 2 ügyében a bizottság szimpla politikai döntést hozott, félretolva az uniós jogot. A Politikóban ráadásul megjelent ez a brüsszeli labba egy hát komoly összeesküvés elméletet felvonultató cikk ennek kapcsán. Mi a vélemény erről a miniszter úrnak? A Politikó cikkét nem kommentálnám külön, de jó lenne, ha eldöntenék, hogy mi most akkor kiszorítás alatt állunk Európából, vagy éppenséggel mindent el tudunk intézni Európában. A kettő egymásnak ellentmond. Tehát az egyik nap azt írják, hogy lassan kizárnak bennünket az Európai Unióból, a másik nap meg olyan cikkek jelennek meg, amelyek azt sugallják, hogy a magyar kormány mindenkivel meg tud állapodni és mindent el tud intézni. Tehát a Politikót ilyen tekintetekben semmiféleképpen, bár mérvadónak tekintem brüsszeli híreket illetően, magam is követem a tudósításait, de ebben az ügyben úgy gondolom nem tekinthető hírforrásként komolynak. Ami a Jávor Benedek képviselőtársamnak a munkásságát illeti, én PAKS 2-ről vitáztam vele egyetemisták előtt, és amíg parlamenti képviselő volt, kifejezetten nagyra tartottam az ő tevékenységét, és szomorúan veszem tudomásul, hogy feladta a politikai pályafutását, és hivatásos följelentő lett. Szép reményű politikai karrier állt előtte, amit úgy gondolom hiba feladni. Annak ellenére, hogy ritkán nyerte el a választópolgárok bizalmát, ez nem jelenti azt, hogy egy szépen bimbózó karriernek ilyen gyorsan véget kellene vetni. Jávor Benedek az az ember, aki az Európa Parlamenti magyar képviselőcsoportokból a legtöbb följelentést teszi a hazájával szemben. Lelke rajta, hogy milyen ügyekben és meddig megy el, de én pontosan tudom azt, hogy az Európai Bizottságnál a kohéziós alapokat felügyelő szervezetnél, az OLAF-nál, az EUTAF-nál, az ügyészségeken, az Európai Bizottság költségvetést ellenőrző bizottságánál Jávor Benedek az, aki, hát hogy is mondjam, csak 7 nappal folyamatosan írja a főjelentéseket. Nem kíméli önmagát, nem kíméli a kollégáit, és legkevésbé sem kíméli az Európai Bizottságot, folyamatosan írja a főjelentéseket.
Paks 2 egy komoly árnyékra vetődés Jávor Benedek képviselőtársam életében, és nagyon sajnálom, hogy hát küzd szellemekkel, vagy valamiféle probléma lehet, mert amit ő ebben az ügyben összehazudott és összezagyvált, az úgy gondolom, hogy méltatlan egy komoly vagy komolyan vehető képviselőhöz. Szeretném még egyszer mindenki számára világossá tenni azt, hogy az Európai Bizottság és Magyarország Paks 2 engedélyeztetése kapcsán minden Európai Uniós jogszabályt betartott, és a jövőben is be fog tartani. Teljesen transzparens egyeztetések zajlottak, mint minden egyes Magyarországot érintő ügyet illetően. Az Európai Bizottság döntései nyilvánosak, azt egyébként bíróságon támadni lehet. Az Európai Bizottság több tekintetben is döntést hozott az ügyben. Először is az Európai Bizottság megvizsgálta azt, hogy a magyarországi atomerőmű biztonságos-e. A válasz igen, megfelel az európai és nemzetközi biztonsági követelményeknek a jelenleg működő atomerőmű. Majd megvizsgálta azt az Európai Bizottság, hogy ez a technológia, ez megújítható-e. Igen, a technológia megújításra érdemes. Ez a orosz technológiával épített erőmű, ez adott esetben egy új blokkal folytatható. A műszaki paramétereknek, elsősorban az emberek biztonságát érintő követelményeknek teljes egészében megfelel ez az erőmű. Azt én elképzelhetetlennek tartom, hogy az Európai Bizottság ne vette volna a biztonsági kockázatokat és a biztonsági követelményeket komolyan. Ez Jávor Benedek részéről egy nagyon durva vád és egy nagyon súlyos csúsztatás. Ami a következő tétel volt, az, hogy az Európai Uniós versenyjognak vajon megfelel-e ez a beruházás, magyarán megéri-e a magyar választópolgároknak, hiszen a magyar adófizetők pénzéből építjük meg az új atomerőművi kapacitást, vajon ez megfelel-e a magyar adófizetőpolgároknak. Tehát az Európai Bizottság a magyar adófizetőpolgárok érdekeit védve lépett föl, és azt számolta ki, egy gazdasági képlet segítségével, hogy ez a Paks 2 beruházás, ez most egy magyar adófizető számára megtérülő beruházás, vagy nem megtérülő beruházás. És azt is elmondta, hogy ez a beruházás a magyar adófizetők számára 7-8%-os megtérülést fog garantálni. Ha valaki most bemegy a bankba és a megtakarítását beteszi, akkor meg fogják neki mondani, hogy mennyi kamatot kap rá. Ha atomerőművet építünk, akkor ez a pénz, amit ebbe fektetünk, ez 7-8%-kal fog megtérülni. Ez 1%-kal kevesebb annál, mint mondjuk egy amerikai pénzügyi befektető, vagy egy európai pénzügyi alap a pénzének a megtérülését egy ilyen beruházástól remélne. Ez a korrekt európai megállapítás. Tehát az Európai Bizottság Jávor Benedek állításával szemben a magyar adófizetők érdekében lépett fel ebben az ügyben. Harmadik tételként pedig az Európai Bizottság azt is megvizsgálta, hogy vajon az orosz gazdasági érdekcsoportok az Európai Unió közbeszerzési és egyéb szabályait be fogják-e tartani, vagy mi milyen alkukat kötöttünk. És az Európai Bizottság világosan látta azt, hogy teljesen transzparens megállapodást kötöttünk. Magyarország és a magyar kormány arra törekszik, hogy a Paks 2 kapacitás fönntartó beruházás kapcsán a beruházás 40%-a magyar vállalkozókhoz kerüljön. Természetesen a mondat végén nem pont, hanem vessző van, mert a magyar vállalkozóknak minden gazdasági szempontnak és minden törvényi követelménynek meg kell felelniük. Egy kormánynak az a kötelessége, hogy a magyar vállalkozókért lobbizzon, mi azon dolgozunk, hogy az orosz fővállalkozónál minél több magyar alvállalkozó kapjon lehetőséget. Az Európai Bizottság pedig elmondta, hogy ezt úgy és oly módon lehet megvalósítani, hogyha egyébként a beruházás 55%-át, tehát a 12 milliárd euró 55%-át nemzetközi Európai Uniós tendernek fogják kitenni, tehát 55%-ban nemzetközi tender lesz. Ez előre vetítheti azt, hogy az orosz beruházás egy nemzetközi konzorciális beruházás is lehet, hogyha nemzetközi partnerek ebben részt vesznek. Én nem tudom, hogy melyik cég fog pályázni, ennek a pályázatnak a monitoringjában is megállapodtunk, és az Európai Bizottság Magyarország az orosz fél által elfogadott módon egy egyeztetési mechanizmust is létrehozott a beruházás létrejötték, és azt követően is, hiszen az Európai Bizottság folyamatosan ellenőrizni fogja, hogy az ott előállított áram ára az mennyi, és ez a piacot hogyan befolyásolja. Én úgy gondolom, hogy attól, hogy valamit Jávor Benedek nem ért, vagy nem szeret, attól még az lehet törvényes, sőt, a magyar választópolgárok érdekében áll.
És mikor indulhat el maga a tényleges beruházás, a kapavágás? Abban állapodtunk meg, hogy 2018 első felében, lehetőség szerint az első negyedében a fölvonulási terület műszaki előkészítése megindul. Ezzel kapcsolatban egyeztetések vannak az Európai Bizottsággal is, és magát az erőművet, hiszen az erőmű több részből áll, van fölvonulási terület, előkészítő terület és magának a blokkoknak a helyszíne, azt nyilvánvaló 18 második fél év 19-ben fogják építeni. A következő években, 18 és 22 között lesz az építkezésnek egy nagyon meghatározó része. Értem. Más kérdés. Az MKKS, az önkormányzati köztisztviselők, dolgozók, igen, érdekében ugye sztrájkra készül. 10 éves bérelmaradásban vannak, állítólag nem emelkedtek az alapbérek. Állítólag a választás nem is kimenetelét, hanem lebonyolítását is veszélyeztetheti egy ilyen sztrájk. Mi a véleménye erről, illetve tud-e a kormány segíteni az önkormányzatoknak, hogy emelkedjen dolgozóknak a fizetése, bére? Természetesen a választások lebonyolítását ez nem fogja befolyásolni, tekintettel arra, hogy a köztisztviselők Magyarországon mindig az esküjüknek megfelelően járnak el, és az elmúlt 27 évben az önkormányzati tisztviselők kiválóan teljesítettek és kiválóan dolgoztak. Én, amikor önkormányzati tisztviselőkkel találkoztam, lelkiismeretes és az ügy iránt elkötelezett, és a hazájukhoz hű köztisztviselőkkel találkozhattam. Tehát föl sem merül bennem az, hogy bármiféle zsarolási szándéka lenne a szakszervezetnek vagy a köztisztviselőknek, ez teljesen kizárt. Az egy másik kérdés, hogy az önkormányzati tisztviselők és az önkormányzatoknál dolgozók, azoknak a bérrendszere az először is áttekinthetetlen. Ez azért van, mert a gazdag városokban többet keresnek, a szegény településeken meg kevesebbet. A kormány első lépésben a kis települések minimálbéremeléséhez és garantált bérminimum emeléséhez adott támogatást differenciált formában, ami érthető, hiszen a nagy iparőzési adó bevétellel rendelkező városokat nem hiszem, hogy a többi adófizető pénzéből kellene megsegíteni. Az a problémánk, hogy nem kapott idáig még a kormány egyetlen egy olyan javaslatot sem, amely ezeket a különbségeket eltüntetné, nem ugyanannyi a fizetés Dunaújvároson, mint éppenséggel Ambrózfalván. Tehát a különböző méretű, különböző gazdasági lehetőséggel rendelkező települések más összegeket fizetnek a tisztviselőknek. Azt tudom önnek mondani, hogy Budapesten jó néhány kerületben a kerületi jegyző többet keres, mint bármelyik miniszter, és azt is el tudom önnek mondani, hogy az elmúlt esztendőben 2016-ban az önkormányzati tisztviselők egy részének 6 milliárd forint jutalom ütötte a markát. Nyilván nem a kis települések dolgozóinak, nyilván nem a szegény települések dolgozóinak, de kifizetésre került 6 milliárd forint jutalom, és jó néhányan sokkal többet keresnek, mint egy államtitkár vagy egy miniszter. Én ezt véletlen sem irigylem, félreértés ne essék, csak ebből azért nehéz azt mondani, hogy mindenkinek egyformán emeljünk 10 vagy 20-30%-ot. A kormány kész a tárgyalásokra, jó néven veszi a javaslatokat, de rendszer szintű fölülvizsgálatra van szükség, aminek az esélyét a törvényhozás mandátumának lejárta miatt már nem látom ebben a ciklusban. Köszönöm. Magyar Hírlap. Köszönöm, Szalai Laura vagyok a Magyar Hírlaptól. A miniszter úr szóba hozta az egészségügyi béremeléseket, ugyanakkor az egészségügyi sztrájk tárgyalás érdekképviselői nem elégedettek. Ugye tegnapi hír, hogy plusz egy havi bér kifizetését, igen, követelik idén karácsonyig, illetve hogy előrehoznák, vagy szeretnék elérni, hogy előrehozzák a jövő év novemberében esedékes szakdolgozói béremelést. Van-e erre esély? Nézze, azzal kezdeném, hogy ugye kevés ember számára világos kristálytisztán, de mégis évek óta sztrájktárgyalásban vagyunk. Tehát a szakszervezetek az egészségügy területén azt hiszem 2 évvel ezelőtt már bejelentették a sztrájk tárgyalásoknak a megkezdését, és végig korrekt magatartást és partneri hozzáállást tanúsítottak. Elsősorban korrektek voltak a dolgozóikkal, akiknek az érdekeit képviselik, másrészt pedig lojálisak voltak a betegekhez, akik az egészségügyi ellátás reményében fordulnak hozzájuk. Tehát a szakszervezeteket mondjuk a követelőzés vágya vagy az irreális fölvetések vágya semmiféleképpen nem illetheti. A kormány azzal bízta meg Balogh Zoltán miniszter urat, hogy a 2018-as évvel kapcsolatos béremeléseket tekintse át. Ez fölhatalmazást jelent a szakszervezetekkel való tárgyalásra. Hogy ezeknek a tárgyalásoknak mikor és milyen eredménye lesz, erre nem tudok mit mondani. Egyelőre Balogh Zoltánnak van arra mandátuma, minisztertársamnak, hogy tárgyaljon a szakszervezetekkel az egészségügyi ágazat bérhelyzetéről, de az előbb említettem, hogy milyen béremelések zajlottak. Még az első béremelés decemberben fogják megkapni, az idei esztendő első béremelését decemberben fogják megkapni
az egészségügyi dolgozók, tehát ehhez mérve kell a bérkövetelést értékelnünk. Na most ezt természetesen nincs az az ember, aki ne gondolná azt, hogy jobb többet keresni, mint kevesebbet, de az az igazság, hogy egy ponton túl fölmerülnek rendszerszerű kérdések is. Mert a rendszert hosszú távon fönntarthatóvá és működtethetővé kell tenni, ezért mondtuk a házi orvosoknak például azt, hogy bizonyos feltételeket teljesíteniük kell ahhoz, hogy béremelést kapjanak, és én azt gondolom, hogy tisztán kell látnunk az egészségügyi ellátórendszernek a helyzetét ahhoz, hogy a béremelésekben az eddigi 18-19-es döntéseket tovább tudjuk vinni. Tehát azt gondolom, hogy ennek a ciklusnak vége van, tavasszal lesznek választások, valaki a választóktól lehetőséget kap arra, hogy az országot irányítsa, kormányozza, annak a kormánynak át kell tekintenie, hogy az elmúlt időszakban meghozott döntések milyen irányba mutatnak, és ebből kell levonni azt a tanulságot, hogy milyen béremelésre van szükség. Itt nagyon sokan azt mondják a kormányzatban, hogy további nagyon komoly béremelésekre van szükség az egészségügyben. Nem ez a kérdés igazából, az a kérdés, hogy ez milyen struktúrában és milyen rendszerben valósul meg. Ne felejts el, hogy nem csak béremelésről döntött a kormány, hanem arról is, hogy 55 milliárdnyi adósságot, 54,6 milliárdnyit, csak hogy el ne roncsam, átvállal a kórházaktól, és az egészségügyi kassza költségvetését ennyivel megemeli, ami egy nagyon komoly tétel. Tehát nem csak béremelésről beszélünk, hanem kórházi adósság átvállalásról is. Ezeket a kérdéseket együtt kell kezelni. Erre szeretném a figyelmet fölhívni, és még arra is, hogy ugye egy másik törekvés is nagyon erősen jelen van az egészségügyi kormányzat munkájában, ez pedig az, hogy a népegészségügyi és prevenciós programok támogatását a következő időszakban föl kell fejleszteni és meg kell erősíteni. Annak érdekében, hogy érdemi változások legyenek az egészségügyi ellátás eredményeit illetően. És mikor születhet meg ön szerint az egységes védőnői bértábla? Ez is egy nagyon jó kérdés, mert két próbálkozást tettünk annak érdekében, hogy ez meglegyen. Akkor születhet egységes védőnői bértábla, hogyha a védőnők egy állami védőnői szolgálatba kerülnek a jelenlegi önkormányzati fönntartásból, mert önkormányzata válogatja, hogy a védőnők milyen juttatásokban részesülnek. Csak egy egységes állami védőnői szolgálat biztosíthat egységes életpályát a védőnők számára, akik egyébként nagyon értékes munkát végeznek például a prevenció szempontjából. A magyar védőnői szolgálat az egyik legerősebb lába a magyar gyerekegészségügyi ellátásnak. Köszönöm, és még egy béremelés. Bocsánat, csak a bére visszatérve. Tehát van most egy tárgyalás, meglátjuk, hogy lesz-e bármilyen eredmény decemberben, és januárban folytatni fogják, úgy tudom. Köszönöm. A felsőoktatásban is zajlik ugye egy három lépcsős béremelési program. Ugyanakkor tavaly évvégén felmerült az, hogy idén esetleg 50%-kal nőhet a területen dolgozók bére. Van erre esély? Nem szerepel a kormány decemberi napi rendjén egy ilyen javaslat. És a közeljövőben várható, hogy ebből lesz valami? Én azt gondolom, hogy a rendszer szintű béremelések kérdéséről a 18-as költségvetés vitájánál már döntöttünk. Tehát, hogy 18-ban milyen béremelés lesz, milyen járulékcsökkentés lesz, azt mind eldöntöttük 17-ben a költségvetés vitájánál. 18. január 1-jel hatályba lép a költségvetés, ami abban benne van, az lesz. Természetesen mindenkivel tárgyalunk. A tárgyalások nem kizártak, de az, hogy a költségvetésnek mi a kerete, az el van döntve. A gazdasági teljesítmény, a várakozáson fölüli pozitív közös eredmények adhatnak a változáshoz vagy a változtatáshoz mandátumot, de még el sem kezdődött a 18-as költségvetési év, amiben egyébként a béremelések és járulék csökkentések benne vannak. Jövőre 138 ezer forint lesz például a minimálbér, és 2010-ben 73 ezerről kezdtük. Köszönöm, és az utolsó kérdésem, hogy hol tart a nemzeti alaptanterv elkészítése, van erről információ? A terv az, hogy 2018. szeptemberében léptetjük hatályba, szakmai egyeztetések zajlanak jelen pillanatban. Köszönöm, Mekko TV. Bakus Líriák, a televízió. Miniszter úrról szeretném azt kérdezni, hogy New Yorkban tartanak egy rendezvényt, ahol a CEU-ért állnak ki és aggódnak érte. Több olyan személy is fog rajta részt venni, akik elítélték eddig Magyarország bevándorlás politikáját, és mi a vélemény erről? A kormány több társadalmi szervezetnek és több nemzetközi szervezetnek, például az Európai Parlamentnek a véleményét figyelembe vette, amikor azt javasolta az országgyűlésnek, hogy a felsőoktatási törvény hatályba lépésének határidejét egy évvel tolja ki. Én úgy gondolom, hogy ez kellő fölkészülési időt biztosít mindenkinek korrekt formában a felsőoktatási törvény rendelkezéseinek a betartására. És természetesen
minden tiltakozást vagy támogatást tudomással veszünk, de törvények vannak, amit mindenkinek be kell tartani. Eddig azt kérték tőlünk, hogy halasszuk el a törvény hatálybalépését, most amikor ezt megtettük, akkor számon kérik azt, hogy miért halasztottuk el. Én azt gondolom, hogy egyszerre egyféleképpen tudunk lépni. Ha azt kérik, hogy halasszuk el, akkor elhalasztjuk, és abban reménykedünk, hogy az ügyben előrelépés lesz a törvényes határidőre. Egyben biztos vagyok, hogy a nap végén azt a törvényt, amit a parlament meghoz, azt mindenkinek be kell tartania. Az mindenkire egyformán kell vonatkozzon. Nincs bennünk aggodalom a tiltakozást illetően. Azt hiszem, hogy van, azt hittem, hogy van több kérdés, hogy nincs, akkor ugorjunk tovább. RTL Klub. Litauszki Balázs vagyok, az RTL Híradótól több kérdésem lesz nekem is. Az első az, hogy igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen. A Fővárosi Közigazgatás és Munkaügyi Bíróság tegnap jogerős ítéletet hozott az Unibet ügyben, és kimondta, hogy Magyarország megsértette az online szerencsejáték szolgáltatások nyújtására vonatkozó alapszabadságot, és jogellenesen járt el akkor, amikor külföldi szolgáltatókat bírsággal sújtott, illetve a weboldalaikhoz történő hozzáférést korlátozta. Hogy itt kizárólag csak Andy Vajna online kaszinója működhetett a döntéshozatot követően. Több online szolgáltató is várt erre az ítéletre. Folyamatban lévő perek vannak. Mi a véleménye erről? Az a véleményem, hogy Magyarországon az állam kötelessége és a kormány kötelessége az az, hogy a szerencsejátéknak a tiltott és illegális formáját azt lehetőség szerint akadályozza és blokkolja. Magyarországon szigorú szabályok vonatkoznak a szerencsejáték szervezés folytatására, azt mindenkinek be kell tartania. Én helyesnek gondolom azt, hogyha külföldi szerencsejáték szervezők a magyar adórendszert megkerülve Magyarországon szerencsejátékot szerveznek, és ezt a NAV valamilyen formában megpróbálja korlátozni, vagy pedig megpróbálja adófizetésre kényszeríteni őket. Remélem, hogy az RTL nem áll az adókerülők oldalára. Viszont a bíróság hozott egy olyan ítéletet, ami jogellenes. Meg fogjuk vizsgálni, a kormány ezzel tegnap még nem foglalkozott. Nekünk az a lényeg, hogy mindenki a törvényeket betartva a szerencsejáték szervezésre vonatkozó jogszabályokat kövesse, és egyébként magyarországi tevékenysége után adót fizessen. Semmiféle adóelkerülésben a kormány nem tud partner lenni. Beszélt arról, hogy megvásárolják a bánát a fővárostól. Mikor, mennyiért és... Erről kedden döntött a kabinet, amit tegnap hagyott jóvá a kormány. Minden információt át fogunk adni, amikor a szerződés megkötésre kerül. Azt esetleg lehet-e tudni már most, hogy milyen hasznosítás... Turisztikai ügynökség lesz a vagyonnak kezelője, tehát nyilvánvaló, hogy valamiféle turisztikai célt fog szolgálni. A turisztikai ügynökség fog válaszolni az önök kérdésére, amikor ez aktuális lesz. Köszönöm szépen. Támogatják-e az LMP törvényjavaslatát, ami Tibet autonómiájáról szól? Szóról szóra ugyanazt a törvényjavaslatot terveznek benyújtani, amelyen 2008-ban a Fidesz próbálkozott már. Ezt a Fidesz frakcióban kell majd eldönteni, még tudomásom szerint a frakcióban ezt a vitát a frakcióvezető úr nem tűzte napirendre. Felszólították egyébként most a miniszterelnök urat, hogy a kínai miniszterelnökkel beszéljen a tibeti emberi jogokról. 2008-ban Gyurcsány Ferencet felszólították ugyanerre. Mi a kérdése? Hát, hogy felszólították-e a miniszterelnököt? Mi a miniszterelnököt? Igen. Nem szoktak miniszterelnököt felszólítani. Esetleg az a kormány, a kormányzás, tehát az alkotmányos kormányzás rendjében egy szokatlan forma lenne, hogyha a miniszter felszólítaná a miniszterelnököt bármire is. A tárgyalások menetéről pedig transzparens és részletes tájékoztatást adtam, hogy gazdasági típusú megállapodások elérésére törekedtünk a magyar gazdasági termelők érdekében. Magyar vállalkozások érdekeit képviseltük azért, hogy minél több mindent tudjanak Kínába exportálni, és minél több mindent el tudjanak adni, és kínai tőkét próbáltunk az országba behozni annak érdekében, hogy különböző vállalkozások jobban fejlődjenek. Ilyen típusú volt a megbeszélés. Nem politikai típusú megbeszélést folytattunk. Tehát akkor még javaslatot se tettek arra esetleg, hogy Tibettel kapcsolatos emberi... Más országok életében Magyarország nem szokott beleszólni, és azt is elvárjuk, hogy a mi országunk életébe se szóljon bele senki. Tehát politikai kérdések nem kerültek napirendre a két miniszterelnök megbeszélése kapcsán. Köszönöm. A következő témám, hogy ön szerint most is elmondható-e még a Várkert bazárról, hogy a Fidesz kormányzásának szimbóluma? Mire gondol? Hát szerintem sejti. Tehát ugye a miniszterelnök úr beszélt erről még 2015-ös évértékelőn, azóta ugye Staudt Gábor kérdésére ön adott egy választ, hogy 488 garanciális javításra jeleztek a kivitelezőnek, és ebből talán csak 46 volt az, amit a kivitelező úgy gondolt, hogy ez nem tartozik bele a garanciális javításokba. Ezért kérdezem, hogy ez a korábbi miniszterelnöki kijelentésen szerint most is megáll-e még?
Ha arra gondolok, hogy egy romokban lévő épületet próbáltunk felújítani, ami szimbolikus tere Budapestnek, akkor mindenféleképpen. Hogyha a beruházás műszaki sikerességét illeti, azt nyilvánvaló, hogy át kell tekinteni. A kollégáim azon dolgoznak, hogy minden héten az épületet különös gonddal és különös figyelemmel műszaki revízió alá veszik. Most el tudnám mondani azokat a műszaki szempontokat, például a várfal állapota vagy vizesedése milyen hatással van a Várkertbazárra, de ezekre nem hivatkozom. Nyilvánvalóan nekünk az a kötelességünk, hogy az adófizetők pénzügyi érdekeinek védelme jegyében a kivitelezőt a garanciális munkák elvégzésére kényszerítsük. Egyébként pedig a Várkert bazárról nem a kormány állítja ki a bizonyítványt, hanem azok, akik oda mennek. Én azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre több társadalmi rendezvény, gazdasági, üzleti rendezvény van, rengetegen bérlik most már ki a Várkert bazárt Budapest és a Magyarország belakta, és úgy látom, hogy akik oda mennek, azok szeretik. Egyre kevesebb állami és kormányzati rendezvény van az épületben azért, mert a város polgárai használják, és a város gazdasági közössége használja ezt az épületet. Szerintem ez adja meg egy épületnek a legitimitását. A műszaki kivitelezésről pedig hosszú vitákat lehetne folytatni. Azt a vaskerítést, amiről a sajtó azt mondta, hogy rossz és műszaki hibás, rossz konstrukció eredménye, azról kiderült, hogy vandálok verték szét valamelyik éjszaka. Tehát a hírek ellentmondásosak ezzel kapcsolatban. Foglalkozom ezzel heti rendszerességgel. Kiváló polgármesterségre. Kiváló polgármesterkedésre alkalmas feladat. Ön egyébként sokalja ezt a 488 címet? Igen, sokalom. Mi lehet ennek az oka? Tehát nem volt megfelelő a kivitelezés minősége? A vizesedés az oka alapvetően, ha jól értem a műszaki kollégákat. Az épület ugye részben a várfalra van ráépítve, vagy ahhoz közel van, onnan víz jön, folyamatos vizesedéssel kell szembenézni, és ezt az épületet 50 évig áztatta az eső, annélkül, hogy óvintézkedéseket tettek volna. Nem egyszerű egy ilyen műemléki épületnek a megmentése, hiába van injektálás, hiába van szigetelés, vizesedési problémák okozzák a legfontosabb gondot. Köszönöm szépen, és az utolsó téma, amivel kapcsolatban kérdezni szeretném, az az, hogy mit szól ahhoz, hogy már egy színház történész média szereplését is letilthatja a fenntartó, hogyha teszem azt mondjuk a Hír TV-be. Nem ismerem az ügyet, de mi van szó? Ossza meg velem ezt a hírt. Az Országos Színház Történeti Intézet munkatársát hívták be Weiser Alinda műsorába, arról a színésznek a helyzetéről kellett volna beszélni történeti visszatekintéssel, és az Emmy, mint fenntartó, az engedélykérésre azt írta, hogy ők nem támogatják ezt a média szereplést. A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán miért kell ahhoz mondjuk egy Emmy vagy egy minisztériumi hozzájárulás, hogy valaki a szakterületével kapcsolatban nyilatkozhasson? Hát, hogyha ez egy magánvállalkozás volna, aminek a szakértője lenne, akkor ennek semmi akadálya nem lenne, de hát állami intézményről van szó, és közpénzből fenntartott intézményről, aminek a minisztérium a fenntartója. Az a rendszer van Magyarországon 27 éve, hogy amit a minisztériumok tartanak fönn, ők viselik érte a felelősséget. Tudomásom szerint ez nem egy új rendelkezés, hogy az állam által fenntartott intézményeknek egyeztetni kell a nyilatkozatokat illetően a fenntartóval. Én amikor polgármester voltam, érzékeny téma lehet, hogy... nem tudom, amikor én polgármester voltam, és a sajtó megkereste az iskolaigazgatókat, kényes vagy kevésbé kényes kérdésekben, az önkormányzat sajtóreferensével mindig egyeztettek, ott áll ön mellett egyébként fél méterre, a korábbi kollégám meg tudja kérdezni. Tehát egy fönntartó részéről jogos elvárás az, hogy esetleg a sajtó megjelenésekről tudjon, vagy valamiféle egyeztetés legyen, hiszen ő üzemelteti, vagy ő működteti az intézményt, és a döntéseket nem az intézményvezető hozza, hanem az intézmény fenntartója. Nem tudom egyébként, hogy az igazgatót, vagy a szakértőt az intézményről, a kormányzat kultúrpolitikájáról, vagy éppenséggel színművészettel kapcsolatos szakértőként akarták meghallgatni. Érdemes a minisztériummal az ilyen típusú félreértéseket tisztázni. Itt a színésznök helyzetéről lett volna szó a műsorban. Ennek nem vagyok szakértője, bevallom őszintén, úgyhogy minisztérium, azt tudom, csak az RTL-t irányítani. Nem érez egyébként áthallást a korábbi 3T rendszerrel kapcsolatban itt, hogy minisztériumok hagynak jóvá? Mire gondol? Hát, hogy támogatnak, esetleg azt gondolják egy nyilatkozatról, mondjuk egy Hír TV műsorban, hogy ezt inkább nem támogatnak. Hát a Hír TV-vel kapcsolatban a politikus társaimnak, a kormányinfo kivétel ebből a szempontból, de ugye a fideszes politikus társaimnak a Hír TV-vel és a Hír TV-hez kötődő csoporttal kapcsolatban van egy politikai álláspontja, ezt Balogh Zoltán minisztertársam többször elmondta már, önöknek már többször nyilatkozatra kényszerítették időnként, vagy nyilatkozatra késztették, neki világos politikai állásfoglalása van ezzel kapcsolatban, de ezt nem keverném ide. Helyes egyébként egy ilyen politikai... Politikusok azok politikai nyilatkozatokat szoktak tenni. Van ilyen? Az világos. Én szeretem ezt, ha a politikusok politizálnak.
hogy, és ez mondjuk egy, akár még a Hír TV helyzetén is túlmutató, de helyesnek tart egy ilyen hozzáállást egy közpénzből fenntartott politikus esetében, hogy bizonyos médiaorgánumok felé azt közli, hogy nem hajlandó velük szóba állni? Én már nagyon sokszor elmondtam önöknek, csak megismételni tudom magamat, amit már valószínűleg a tévénézők vagy a rádióhallgatók unni fognak. Én azt gondolom, hogy a politikus és a politikai újságírás az együttműködésre kénytelen. Együttműködésre kényszerített szereplő, tehát a politikusoknak a médiára, hogy a saját véleményüket, álláspontjukat elmondják, szükségük van, de ennek az együttműködésnek vannak jó időszakai, és vannak rossz időszakai, vannak vitatkozós, veszekedős időszakai, és vannak problémamentes időszakai. Ezt nyilván egy-egy sajtóorgánum, vagy egy-egy televízió, vagy egy-egy újság külön-külön válogatja, tehát nem mindenkire egyformán vonatkozik a megjegyzésem. Én azok közé, a politikusok közé tartozok, akik nem csak a Kormányinfón, hanem azon kívül is ezt a helyzetet próbálja valamilyen szinten kezelni. De ugye itt mi egy politikai közösségben vagyunk, amit Fidesznek hívnak, a mi politikai családunk tekintetében a Hír TV és a Fidesz elválása az nem volt problémamentes, és ez a sem még nem gyógyult be. Úgy látom a Hír TV-ben sem, és úgy látom a Fideszben sem. Mint tudja, Orbán Viktor alapítója volt a Hír TV-nek, ha jól emlékszem, meg a Heti Válasznak. Köszönöm szépen. Köszönöm, ATV. Kár, hogy ezt nem írják ki minden nap. Köszönöm szépen. Miniszter úr példaképnek tartja Lech Valencát, a Nobel békedíjas lengyel politikus ikont, aki ugye a Szolidaritás mozgalmat is alapította? Az a megtiszteltetésért a kormány nevében, hogy egyszer a parlamentben köszönhettem és beszélhettem.